aki pár héttel ezelőtt ott volt a Liszt Ferenc téren, és részt vett az esti hangversenyen, a szabadtéri hangversenyen, amelynek Balázs János, Kossuth Díjas és Liszt Díjas zongoraművész volt a vendége, örök életre szóló élménnyel térhetett haza. Én viszont most tisztelettel és szeretettel köszönhetem Balázs János zongoraművészt itt a stúdióban. Köszöntelek én is. Tényleg fantasztikus volt a koncert. A Jóisten megsegített minket, mert végig ott volt a fejünk fölött a Demoklész kardja, hogy most akkor elered az eső, vagy sem, és az utolsó ráadásig kibírta az időjárás, és elképesztő okosan a végén azt mondtad, hogy a következő ráadást már nem, mert a nézők is, és a zongora is drága, és valóban 3 perc múlva le is csapott ránk az ég. Viszont fantasztikus volt a koncert. És a kis hosszú bevezetőmet megtoldom valamivel, méghozzá azzal, hogy olyan számokat játszottál, és olyan volt a műsorválasztásod, ami egyszerűen hihetetlen volt. És kezdjük a műsorválasztással. Amikor készülsz egy-egy koncertre, hogyan választod ki a műsorszámokat? Ki mondja meg, hogy mit csináljál, vagy saját magad döntöd el a közönségnek, ízlésnek, időjárásnak, helyszínnek megfelelően? Jelen esetben erre a szabadtéri koncertre teljesen szabad kezet kaptam. Ilyenkor sok összetevős. Nyilván van egyfajta nagyon racionálisan meghatározható tényezője, hogy éppen az egyéb koncertjeimen milyen repertoárt játszom, hiszen ugye azért nagyon fontos, hogy évadokba gondolkodik egy zongoraművész, fel van építve 2-3 hónapra egy repertoár, és nyilván abból kell válogatni. Ugyanakkor hála Istennek én a zeneakadémiai éveim alatt rendkívül nagy repertoárra tettem szert, tehát 1-2 vagy 3 új darab vagy régi darab megtanulása, elővevése számomra nem probléma, és nagyon fontos szerintem, hogy minden egyes koncertnek a repertoárja valamilyen szinten tükrözze egyrészt az aktuális lelkiállapotot, másrészt valamilyen szinten köthető legyen ahhoz a térhez, ahhoz az akusztikához, ahhoz a hangulathoz, amelyet a koncertterem ad jelen esetben ugye egy szabadtéri koncert. Ilyen szempontból a Liszt Ferenc megkerülhetetlen volt, hiszen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előtt volt a koncert, ami nagyon érdekes, hiszen belül már számtalan alkalommal játszottam, de kívül még nem a Zeneakadémia előtt. Másrészt pedig igyekeztem úgy összeretni a programot, hogy mind a szakma, akiből láttam jó párat a közönség sorai között, mind a közönség, az általános közönség is felismerjen, becsüljön és megismerjen darabokat. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon nagy felelőssége van egy művésznek szerintem a műsorválasztásban, mert akár mellé is lehet lőni olyan szempontból, hogy csak és kizárólag olyan műveket játszom, amit a szakma nagyra becsül, de a közönség annyira nem ismer, vagy éppen kicsit olyan show hangulatú lesz, hogy csak a best of Beethoven, Liszt és Chopin darabokat játszom. Úgyhogy egy egyensúlyt meg kell találni, hát örülök, ha sikerült. Tényleg csodálatos volt a műsorválasztás és maga az előadás is. Mi már ugye kamerával megpróbáltunk beállni, és már a nézők láthattak részleteket ebből a koncertből, és most is természetesen a beszélgetés után bejátszunk egy részletet. Tehát az előkészületekből is bepillantást nyerthettünk általában a rutinba, amivel készülött. Szóval valami olyan hihetetlen hanyag eleganciával, közvetlenséggel és természetességgel vetted birtokba délután 5 órakor vagy 17:30-kor a teret, hogy az valami hihetetlen. És beszélgettél mindenkivel, aki odajött. Máskor is ennyire tudott tartani a közönséggel a kapcsolatot? Mert azt láttam, hogy az emberek tényleg lépten nyomon leállnak, megszólítanak, mernek hozzád fordulni, ami egyébként ritka. Hát bármilyen furcsa is, de attól függetlenül, hogy Kossuth Díjas zongoraművész vagyok, én is emberből vagyok, és ezáltal én is vágyom a kapcsolatokra, a beszélgetésekre. Én nem hiszek a távolságtartásban, én nem hiszem, hogy valaki attól lesz Kossuth Díjas, hogy nem szól a másikhoz. Most egy kicsit pejoratívan értettem a nem attól jelzőt. Lesz nagy művész. Igen, nem attól lesz nagy művész. Másrészt én sosem szerettem azt a fajta, hogy is mondjam, a koncentrációnak azt a részét, amikor én direkt belehajszolom magam abba, hogy nekem koncentrálnom kell. Cifra György mondta, és ez egy óriási mondás szerintem, hogy a lámpaláz az az önmagunkban való kételkedésnek a jele. Egyrészt meg kell tenni mindent, hogy ne nagyon essünk abba a hibába, hogy kételkedünk önmagunkban, másrészt pedig azt hiszem, hogy a lámpaláz azért egy idő után a rutinnal tompítható,
ugyanakkor mindig ott van a kis ördög bennünk, hogy talán keveset gyakoroltunk, vagy nem tettünk meg mindent. Ez pedig én oldani az emberek szeretetéből tudom. És ezért is óriási dolog, és ezt több helyen nyilatkoztam is, hogy megfogható a Kossuth díj, az maga a díj, de nekem a közönség szeretete az minimum egy Kossuth díjjal ér fel, hiszen én a magyar és akár a külföldi közönség nélkül nem tudnám azokat az érzéseket megvalósítani a színpadon, mint amik anélkül születnének. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. A koncerthez nem elég egy jó zongorista, meg egy jó zongora, meg egy jó akusztika. Ahhoz kell a közönség is, ahhoz kell a közönségnek a vibrálása. Mégiscsak valami kollektív tudatnak kell kialakulnia, ami tulajdonképpen azt predesztinálja, hogy együtt élünk át élményt. Hogyha csak én zongorázom, és azt valaki elismeri, ott tulajdonképpen megvalósul a koncert, és a hangokat hallunk egymás után, a megfelelő sorrendben, a megfelelő gyorsasággal, csak éppen a lényegét vesztettük el, azt az ősi gondolkodást, amitől a zeneszerző tulajdonképpen eredeztethető, mégpedig azt, hogy érzett valamit, azt hangokba öltötte. Ez az alkotóművész. Az előadóművész pedig ezeket az érzéseket, amelyek valami nagyon mély dologból születtek, és hangjegyekbe, kottákba, nyolcadokba, tizenhatodokba írta le a szerző, ezt mi tulajdonképpen újra gondoljuk, és megpróbáljuk újra értelmezni, újra érezni, kicsit saját képünkre formálni, vagy akár nagyon, ez attól is függ, hogy milyen a darab, és ezt átadni a közönségnek. És a közönség aztán megint ad egy inputot a művész felé. És így tulajdonképpen egy örök körforgásban valósul meg az érzelmetnek a kavalkádja. Hát én hiszek ebben, és ezért állok le akár ismeretlenekkel is beszélgetni, mert jól esik. Ez az adóvevő készülék, ugye itt elhangzott tulajdonképpen a vevő a közönség, és hogyha a közönség nem vevő, akkor hiába adnak, tehát ennek meg kell lenni, ennek az összhangnak, és ettől más minden egyes művésznek a koncertje, mert más hangulatban, más érzelmekkel játssza a darabokat. Három ágon is el tudnánk indulni, az egyik a Kossuth díj, amit többször említettél, tehát ezzel fogunk tovább menni. A másik a gyakorlás kérdése, ami szintén nagyon fontos, és aztán van egy harmadik rész, de arra majd mindjárt visszatérek, maradjunk a Kossuth díjnál. Lehet azt mondani, hogy Kocsis Zoltán és Ránki Dezső után te vagy a legfiatalabb Kossuth díjas, de akkor még háromféle Kossuth díj rétezett. Hihetetlen nagy elismerés, és azt gondolom, hogy te is így érzed. Igen, igen, ez... Azt hiszem, minden művész álma itt Magyarországon. Én 13 vagy 4 éves korom óta tudtam, hogy mit jelent az, hogy Kossuth díjas zongora művész, vagy honnan Kossuth díjas karmester, és el is mondom, hogy hol láttam. Először Vásári Tamásnál, aki nekem óriási példaképpen. Először azt kérdeztem meg a szüleimtől egyébként, és ez is Vásári Tamáshoz köthető. Én nagyon-nagyon szeretem őt, és szerettem azt a fajta légkört, amit ő a zongorázása akkor tudott teremteni, sajnos most már inkább csak vezényel. Tehát az volt az elő, hogy zongoraművész, és megkérdeztem, és mondták is, hogy szüleim, hogy zongoraművész, 6-7 éves lettem, hogy mit csinál egy zongoraművész? És akkor hát elmondták a szüleim, hogy koncertezik, gyakorol, hát akkor én is zongoraművész akarok lenni. Utána megnéztem, hogy mi az a Kossuth díjas zongoraművész, Vásári Tamás nevénél, és akkor láttam, hogy ez a legnagyobb adható kitüntetés, és akkor egyszer nyilván, majd egyszer én is talán 60-70-80 évesen megkapom ezt a kitüntetést. Hát ez előbb megvalósult isteni gondviselés az, ami az elmúlt években nyomon követi az én pályafutásomat, az emberi fejlődésemet. Azt hiszem, hogy nem leszek jobb zongoraművész, meg jobb ember a Kossuth díjtól, hogyha az voltam, vagy nem, akkor is ez előtte is, és utána is így lesz. Viszont az biztos, hogy egy olyan fajta elismerés, egy olyan fajta alátámasztás, egy olyan fajta lökést ad az egy fiatal művésznek, ami tulajdonképpen aláhúzza azt, hogy mi ténylegesen feláldoztuk a gyerekkorunkat, a fiatalságunkat, a szabadidőnket, a magánéletünket ezért a szakmáért. Ezt nagyon sokan megteszik, és nyilván nagyon sokan megérdemelnék ezt a kitüntetést, de hogyha most ebből a szemszögből kell néznem, akkor tulajdonképpen ez azt is jelenti, hogy egy órával többet gyakorolni, egy ügyel többet felvállalni, még nagyobb hívvel, még nagyobb lendülettel tenni azért, hogy a magyar kultúra az itthon is és külföldön is megőrizze a rangját. Szerintem óriási értékválság van most a világban. Mi vagyunk azok talán, akik
katona odaállunk, és felfogjuk a golyókat az ütközetben, hogy éppen Kodály Zoltán, Bartók Béla, a legnagyobb zeneszerzők, előadó művészek, akik elképesztő módon tettek azért, hogy mi ezt megörökölhessük, ezt mi, nekünk meg kell védeni. Most nem akarok ilyen harci kifejezésekbe bele menni, de tulajdonképpen azt hiszem, hogy nekünk feladatunk van. És egy Kossuth-díjas művésznek igen, a díjátadó után leginkább csak felelőssége van. Na, ez volt a harmadik téma, amire rá akartam térni, ez a bizonyos felelősség, és az a hihetetlen feladattudat, és az a összetett tevékenység sorozat, amiben most benne élsz, amit innentől még nagyobb felelősséggel kell, hogy csinálja, hiszen a rang kötelez, igen. Ugye a Kossuth díj az kötelez. Gyakorlás. Említetted, hogy mi egy órával többet gyakoroltunk, mi egy kicsivel többet tettünk oda, mint az összes többi művész, akik elértük ilyen fiatalon ezt Kocsis Zoltánra, Ránki Dezsőre és Bogányi Gergőre is értendő, és természetesen rád is, és minden fiatal Kossuth-díjasra nem vagytok nagyon sokan. De azért ott van, és ott elhangzott az a lemondás szó is. Olvastam egy cikket rólad, amiben azt nyilatkoztad, hogy a zongora alatt aludtál sokszor gyerekkorodban, vagy a zongora közelében, igen. Hogy amikor fölébredsz, már oda tudjál ülni, zongorázni. Na most vannak olyan fiatalok, akiket úgy kell leverni a zongora, vagy a hangszer, mert menjél, fiam, és gyakoroljál, igen. És van a másik fele, akinek a lételeme, a lélegzés, a hangszeren való játék és muzsika. Ezek szerint te ebbe a csoportba tartozol. Igen, nyilvánvalóan gyerekkorban ez egy olyan fajta Köldök-Zsinór kapcsolat volt, ami a mai napig kitart. Persze ez változik, transformálódik ide-oda. Gyerekkorban tulajdonképpen a zongorázás az a játékkal volt összekötve. Egy olyan fajta szabadidő tevékenység, amiben elképesztő módon fejlődtem, de nem az volt a cél. Kicsit néha visszasírom ezt az állapotot, amikor nem egy koncertre vagy konkrét felelősséggel kell készülni, nem csak úgy zongorázom a magam kedvére hetekig, hónapokig. Ugye hát 4-5 éves koromban ez volt jellemző. Most tulajdonképpen azt hiszem, hogy a gyakorlásnak egy olyan fajta részét is be tudtam hozni az életembe, amely az igazi minőségnek a fejlődését mutatja. Ezt azt hiszem, a Zeneakadémia teltházas közönségéből, ahol mondjuk 900-an ülnek, talán 5-en hallják meg, hogyha én fejlődöm. De azt hiszem, hogy a világon nyilván minden országban van jó pár, de hogy az igazi fejlődésnek a mértéke az ez, és nekünk valóban olyan dolgokat kell csinálni, olyan nyolcokat, amelyek már nem mindenki által hallható, látható, de ez visz minket előre, és a gyakorlás folyamata tulajdonképpen az azért jár lemondással, mert egy 5-6 órás gyakorlás után nem lehet feladni egy csekket a postán. Mert még ott élek benne a zenében. És azért, mert éppen fizikailag abba hagyom a zongorázást a szobában, és felmegyek és iszom egy pohár vizet, még ugyanúgy pörög az agyam az Újrenden, a darabon, Csajkovszki, Brahms, mit kéne csinálnom, sokszor éjszaka jutnak eszembe alvásból felébredve Újrendek, akkor van, hogy lemegyek és akkor kipróbálom. Tehát hogy azt hiszem, hogy ez egy életforma. És a lemondás az ezzel is járt, és jár természetesen, hogy mondjuk foci, biliárdozás, haverokkal a sörözés, mert hogy azért mégiscsak a mai kor gyermeke vagyok, és még fiatal azért ezek. Nem azt mondom, hogy nincsenek, de az biztos, hogy lényegesen kevesebb, mint amit mondjuk akár igényelnék, vagy szeretnék, mert azért mégiscsak van bennem egy ilyen ösztön. De annyi mindent kaptam, lehet, hogy még kapni is fogok, hogy egy pillanat alatt lemondok ezekről a nevezzük földi halandó dolgoknak, és inkább egy kicsit a magas szférák felé próbálok feljutni. Elhangzott Cifra György neve is, és az ő szellemiségének, tudásának a továbbélésében de hihetetlen nagy szerepet vállaltál. Említetted Vásári Tamást, Cifra Györgyöt, és tulajdonképpen lehetne másokat is mondani, de több nyilatkozatban is ez a két név mindig fölkerül. Miért ők? Azt hiszem, hogy a romantikus gondolkodásmód miatt, amely mind emberi, mind művészi oldalról megfogható. Ráadásul Vásári Tamással én személyes kapcsolatot ápolok. Hála Istennek, jó egészségnek örvend. Cifra Györgyel én sosem találkoztam.
tulajdonképpen én csak felvételekről ismerem az ő zongorajátékát, ugyanakkor mégis ő volt rám akkor a hatással, a lemezeit hallgatva, hogy ő miatt választottam a klasszikus zenét, nálunk a családom mindenki könnyű zenész. Úgyhogy ilyen szempontból azt hiszem, hogy a földön túli kapcsolat Cifra György, a földi kapcsolat Vásári Tamás, és köztük nincs is akkora hézag, hiszen Vásári Tamás fedezte fel Cifra Györgyöt, és rendkívül nagy szerepe volt abban, hogy Cifra György ne egy bárzongoristaként végezze, hanem kiusson külföldre. A romantikus gondolkodásmód alatt azt értem, hogy az érzelmi kifejezésmódnak a legmagasabb fokú megnyilatkozását kell előtérbe helyezni a technikai perfekció mögött. Ma a mai világban, mint hogy minden, ugye technikáról szól, és újabb telefonok, újabb lejátszók, és sorolhatnám a kütyüket. A zene is egy kicsit elment a sport irányába. Az a lényeg, hogy több hangot gyorsabban, hiba nélkül leüssenek. Ebben az ázsiaiak rendkívül jók, és egyébként elképesztő technikára tesznek szert. Csak én úgy gondolom, és Vásári Tamás is így gondolja, hogy a zenének belülről kell fakadnia, érzelmeket kell közvetítenie, meg kell, hogy szülessen bennem, ezt tovább kell adnom. És ezért ez a két ember tulajdonképpen példakép, azt kell, hogy mondjam. És Cifra György hagyatékát pedig azért kezdtem el ápolni, mert egyrészt ugye az életem legnagyobb ajándékát kaptam tőle, anélkül, hogy ismertük volna egymást, a klasszikus zene szeretetét, a zongora mámorát, mondjuk így. És hát azért azt mindenki tudja, ezt elég sokszor elmondtam, hogy borzalmasan hátrányban volt az ő emlékápolása itt hazánkban, szinte már elfelejtették, vagy ki is mondom, elfelejtették. Tehát a sírból kellett visszahozni ezt a nevet, hogy ne felejtsük el, pedig aztán ugyanolyan nagy név, mint Fischer Anni, vagy Anda Géza, vagy Doknányi Ernő. És ez sikerült is, hála Istennek, feleségemmel együtt, és hát a munkatársaimmal együtt rendkívül sok energiát, erőt és lelkesedést tettünk abba, hogy Cifra György neve felkerüljön arra a bizonyos listára, ahol már szerintem ott van. Nagy örömmel tudom elmondani, hogy jövőre 5 éves a fesztiválunk, ami elképesztő, hogy így megy az idő. És hát 2021-ben pedig egy olyan adottságnak vagyunk mi tulajdonképpen egyedi képviselői, és itt mondjuk egész Magyarországról beszélek, hogy akik most élünk, megünnepelhetjük Cifra György 100. születésnapját, ami egy óriási világkörű fesztivállal fog indulni majd januárban, részleteket erről később elárulhatok, de az biztos, hogy talán ezzel feltesszük az írápontot. Cifra Györggyel és az ő zenei életével, direkt így fejezem ki magam, már is műfajokat hoztunk közelbe. Említetted, hogy mindenki könnyű zenész vagy jazzzenész volt a családból, ugye Cifra Györgyöt is egy ideig úgy könyveltük el, mint jazzzenés. Vásári Tamás is remekül improvizál, és te is hódolsz ennek a szenvedélynek, amikor lehetőséged van rá. Ennek egy nagyon jó kifejezése volt a Lajkó Félix-szel együtt létrehozott mostra lemezetek, így lehet mondani, ami egésznek a létrejötte elég izgalmas, de hagyd ne én mondjam el, hanem te. Alapvetően én hiszek a műfajok közti vándorlásban, és hiszek az improvizációban, ami egyébként egy időben Liszt Ferenc alapkövetelménye volt, aki a Zeneakadémia hallgatója akart lenni. Na, hát, ezt még senki nem mondta. Azt hiszem, hogyha ez most felvételi követelmény lenne, olyan 20%-ra esne vissza a hallgatóknak a felvételi felvett aránya. És ez azért rossz, mert az improvizáció az azt hiszem, hogy a kötött műfajokban is óriási mankó tud lenni. Például a memória kihagyásnál valamit hozzá tudunk tenni. Másrészt az összetevésnél, tehát hogy az akkordok, a szolfés zeneelméletnek a megértésében. Lajkó Félix-szel egyébként egy egészen szürreális körülmények között találkozunk Kínában, hát hol másutt, ahol egy országimás turnén vettünk részt, az első részben én játszottam lisztműveket, a másik részben pedig ő népzenét a triójával, és hát ott megismerkedtünk, de fel sem merült bennünk nagyon sokáig, 2 évig, hogy mi együtt játszunk, teljesen más világ voltunk, és egyszer egy nálam lévő ebéd után elkezdtünk játszani, és még mindig csak fél évig magunknak játszottunk, aztán meghallottam Horváth László a Fonóbudai Zeneház igazgatója, és hát bedobott minket a Mélyvíze tavaszi fesztiválon egy zeneakadémiai koncert. Nagyon jól sikerült, mi nagyon jól éreztük magunkat, a közönségnek is tetszett, azóta játszunk együtt folyamatosan, de azért én hajmeresztő dolgokat csinálok, amire aztán a Zeneakadémia vezetősége is még azt mondja, hogy hát ez tényleg
jó ötlet, és jól szólt. Ilyen például, hogy Rúzsa Magdival egy koncert, Presser Gáborral, Szakcsi Lakatos Bélával. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ezek a nevek, akiket most elmondtam, megkérdőjelezhetetlenek a maguk műfajában, de bebizonyították, hogy tulajdonképpen a klasszikus zene és az ő műfajuk közötti átjárhatóságnak csak és kizárólag emberi tényezőkön alapuló eszenciája van. És hogyha ez az eszencia ez működik, amit én akarok megvalósítani, amit ő akar megvalósítani, amit mi gondolunk a zenéről, az valamilyen szinten aztán harmóniába keveredik konkrétan hangszerrel is, vagy énekhanggal is. És én ezt éreztem, és rendkívül jó ez. A mai világban azt hiszem a klasszikus zene megszerettetéséhez, vagy megismertetéséhez rendkívül fontosak azok a személyiségek is, akik nem klasszikus zenészek, de rendkívül népszerűek, és a maguk műfajában megkérdőjelezhetetlenek. Én úgy gondolom, hogy talán többet teszek egy Rúzsa Magdival való közös zeneakadémiai koncertet a klasszikus zenének, mint hogyha egy egyszerű, bocsánat, uram, bocsánat, Beethoven estet adok. Egész biztos, hogy más közönségrégteket lehet vele megszólítani, bevonzani, így van, koncertekre, és aztán utána ki kell nevelni, vagy ki lehet nevelni egy új közönségréteget, hiszen ez lenne a lényeg, hogy igen, ismerjék, szeressék, és minél tovább, vagy minél többen, aztán felnőtt korukban is koncertező emberekké vágyanak. Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy most épp régen, vagy Led Zeppelin számokat hallottam, vagy hallgattam a hétvégén, és mindegyik zenészről kiderült, hogy nagyon-nagyon jó zenészek voltak. Ugye a legnagyobbak annak idején, hogy mennyit gyakoroltak, milyen tudás volt mögöttük, improvizatív készség, és a fönnmaradó számok bizonyítják 30-40-50 év után is, és slágerek maradtak, és szimfonikus költeményeket adnak bele belőlük elő. De zárójel bezárva, és visszatérünk a Zeneakadémiára. Hiszen most nagyon sok gondolatot mondtál el, és szeptembertől a Zeneakadémián is tanítasz, ami hihetetlen nagy munka lesz, hiszen rengeteg dolgot válasz el, képviselsz, itt beszélhetünk a virtuózokról, a hangszerbemutató sorozatokról, és minden egyebekről, mindegyik megérne külön egy-egy misét, most ezeket egy picit félretesszük, hogyan készülsz a zeneakadémiai tanításra, milyen lesz a módszered, bele fogod-e ezeket a dolgokat, amiket itt mondtál építeni? Azt hiszem, hogy muszáj beleépítenem magamat, hiszen egyrészt szeretném átadni a nemzetközi tapasztalataimat és a hazai tapasztalataimat is. Ez nyilvánvalóan egyrészből ered szakmai oldalról, tehát hogy például ahogy kezdtük a beszélgetést, hogy kell egy műsort felépíteni, hol kell mit játszani. Másrészt pedig ugye nyilvánvalóan itt óriási kérdés és egy óriási hiány, úgy gondolom a mai zenészek gondolkodásában az, hogy hogyan lehet előbbre jutni. A mai világ leginkább az önmenedzselésről szól. Ezt nem tanítják a Zeneakadémián, sose tanították. De azt hiszem, a tanárnak azért nem csak kinevelni kell a 88 billentyűn való közlekedési szabályokra, hanem egy kicsit meg is kell mutatni, hogy hogyan lehet magadat képviselni. És ami nagyon fontos még szerintem, ez a fajta romantikus gondolkodásmód, amit én képviselek, és azt hiszem, hogy az én tanítványaim 100%-ig azt a vonalat fogják kapni, nagyon nagy dózisban, amit ugye én Dráfi Kálmán mesteremtől, aki ugye jelenleg is a tanszékvezető a Zeneakadémián, mert hogy ugye ez nyomon követhető az én tanárom Dráfi Kálmán, akit Cifra György tanított, akit Doknányi Ernő, akit Tomán István és akit Liszt Ferenc. És bezárul a kör. Nem olyan túl nagy családfa ez, tehát azért még élő információk vannak. Elég eszenciális családfa. Igen, igen, tehát mi konkrétan olyan információkat kaptam mondjuk Dráfi Kálmántól, amelyet ő is mondta, hogy ezt Liszt Ferenc mondta bizonyos szonátáknál vagy etüdöknél. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog. Egyébként igen, nehéz lesz beleillesztenem az életembe, de egyrészt ugye egy óriási kitüntetés a Zeneakadémia szenátusától, az egyik legfiatalabb tanár vagyok, ráadásul adjunktusi minősítésben. Másrészt ugye nekem a tehetséggondozás, kutatás, felfedezés, ez lételemem, és rendkívül fontosnak tartom. Meg szokták ilyenkor kérdezni, hogy hát ilyen fiatalon miért nem a saját szekeremet tolom 100%-ban, hát még ráérnék 20 év múlva is ezen gondolkodni. Én megfogadtam annak idején, nekem is számtalan nehézség volt az életemben, mindenfajta szempontból, és megfogadtam, hogy abban a pillanatban, hogy én is tudok tenni azért, hogy egy másik Balázs Jánosnak ne legyen olyan nehéz,
akkor nem leszek restés, megteszem. Elég hamar elhozta az élet ezt a pillanatot, ezeket a sikereket és a sikerekből adódó lehetőséget arra, hogy másoknak kicsit szebbé, jobbá, egyszerűbbé tegyem a felfelé ívelést, nem csak zenei szempontból, akkor megteszem. Hát ez bekövetkezett, úgyhogy több kávé, kevesebb alvás, és remélhetőleg tehetséges növendékek várnak rám. Te a különleges tehetséges gyerekek osztályába, vagy különleges tehetségek osztályába jártál a Zeneakadémián, 14 évesen kerültél be. Ahogy olvastam, kik lesznek most a te növendékeid? Milyen korcsoportot kapsz a kezeid közé? 18 éves kortól 24-5 éves korig várhatóak a növendékeim. Konkrét neveket még azért nem tudok, hiszen most zajlottak a felvételik, és ugye még van egy másik része is a felvételének, az a nagyon nehéz része, ahol már nem zongorázni kell, hanem népzene és szolfizz zeneelmélet. Úgyhogy addig nem tudok konkrét neveket mondani, de mert ugye ebből merítünk. Nem a gyerekekkel, hanem az ifjakkal fogsz akkor ezek szerint foglalkozni. Igen, tehát a Zeneakadémia adjunktus, ugye felnőtt képzésben veszünk részt, és 18 éves kortól. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy a felnőtt képzés az egy rendkívül nehéz dolog. Szinte 18 éves korban a mai világon már készen kell lenni. Tehát igazából csak impulzusokat, vagy éppen emberi tanácsokat kellene adni. Hát sokszor azért nem, de azokat a hiányosságokat elég hamar pótolni kell. Tehát igazából a gyerekeknél van meg az a lehetőség, hogy egy olyan táptalajat kialakítani, amiben igazán lehet formálni, de hát ugye ez majd kiderül, nem tudom, hogy alakul. A felnőtt képzésben az a jó szerintem, hogy ugye elég hamar lehet látni, hogyha kiröppen a tűzmadár. És hogyha tényleg csak esetleg egy indítás kell, vagy egy jó ötlet, vagy egy jó tanács, vagy egy fél éves aktív tréning, emberi tréning, akkor ott a lehetőség. És azt hiszem, hogy azt senki nem kérdőjelezi meg itt hazánkban, hogy mindig van új a nap alatt, és azért az elmúlt, nem tudom, 200 évben mindig is jelen voltunk a világzenei életében, mindenfajta instrumentális oldalról, vagy alkotó oldalról, úgyhogy ez remélhetőleg a következő 20-30 évben is így lesz, és bízom benne, hogy a tanítványaim ennek jeles képviselői lesznek a jövőben. Hát azt hiszem, hogyha ilyen alkotók vagy előadó művészek lesznek, mint amilyen Balázs János, és akkor ezzel nem lesz probléma. Említetted, hogy egy picit szülőnek, egy picit menedzsernek is kell lenni, és erre is próbálod majd a gyerekeket nevelni, vagy biztatni, hiszen a menedzselés az egy nagyon nehéz műfaj Magyarországon. Most abban nem megyünk bele, hogy külföldön milyen, mert ott teljesen más világ van. Viszont szörnyű, amikor csekket kell feladni, ahogy említetted, vagy időpontokat leegyeztetni. Ebben ott van feleséged, aki nagyon sokat tud neked segíteni. Ilyen szempontból szerencsés a magánéleted, nem csak azért, mert boldog házasságban élsz. Igen, egyedül nem megy, ez tény és való. Főleg egy olyan aktív életmód mellett, amit én élek, mind szakmailag, mind emberileg. A felnőtt képzéshez hozzátartozik az is, hogy igen, kell egy társ az ember életében, aki nem leveszi a terhet az ember válláról, mert azt nem lehet átadni 100%-ig terheket, hanem inkább közös gondviselésbe gondolkodni, és tudni jól, hogy ha most éppen én nem tudom megcsinálni, akkor a másik megcsinálja. De az biztos, hogy a feleségem rendkívül agilis ebben, és óriási hátországot jelent nekem, ami nélkül biztos vagyok benne, hogy jócskán visszaesne azon tevékenységeim száma, amelyek már egy bizonyos erőn felül jönnek létre. Ő is egy motor egyébként, mint ahogy én, tehát szeretünk előre menni, szeretünk együtt gondolkodni, tervezni jóval előre, ráadásul ő ugye közgazdász, tehát neki ezekhez a racionálisabb dolgokhoz sokkal nagyobb rutinja van, akár egy csekkfeladáshoz, vagy egy jogi paragrafus szerződéskötésekhez, és a többi. Úgyhogy rendkívül jó a szakmai oldalról is az együttműködés, és hát nyilván emberi oldalról az teljesen egyértelmű, de nem mindig szokott ám ez működni, vagy általában az baj is szokott lenni, hogy ebből, hogy túl sok a munka, nem lehet a magánéletet összekeverni, már pedig ez nem olyan, hogy leteszem a lantot délután 6-kor is, nem foglalkozunk a dolgokkal, mert kell, de ez most rendkívül ideális, és azt hiszem, hogy minden egyes elismerésem és sikerem az ő sikere is. Jól kiegészítitek egymást, és most jön a nyárnak az a szakasza, ami évek óta nem adatott meg, mert egy picit el tudsz menni, lazulni, pihenni. Hol fogod történni? Egy ideig Spanyolországban leszünk, én rendkívül szeretem a spanyol létet, a tengert, a gasztronómiát.
Aztán Balatonra végre lemegyünk, mert Balatont én nagyon-nagyon szeretem, leginkább Balaton-Almádi környékén szoktunk pihenni, és igen, ez évek óta restancia, hogy pihenjünk egy kicsit, mondjuk több hetet, ez most bekövetkezik. Sajnos nagyon sok koncertet vissza kellett mondanom, meg is ígértem, hogy jövőre el fogom válni, de most az életemnek egy olyan szakasza volt az elmúlt 2-3 évben, amikor muszáj egy kicsit pihenni, de aztán szeptembertől gőzerővel kezdődik az évad, a Pesti Vigadóban fogok játszani Liszt Ferenc Kamara zenekarra, a Mozart zongora versenyeket, aztán pedig meg annyi egyéb koncert vár rám, amire remélhetőleg már a nap sütötte emlékeimből táplálkozva fogok tudni merítkezni. Reméljük, hogy jót fogsz tudni töltődni a feleségeddel együtt. Legyen. Mi köszönjük így szépen a csodálatos koncerteket, remélem, hogy a kedves nézőknek lesz lehetősége szintén ugyanolyan ingyenes koncerten részt venni, mint amit Terézváros önkormányzata itt a Liszt Ferenc téren meg tudott tenni Balázs János játékával, azért, hogy önök szórakozhassanak. Annyit azért elárulok, hogy augusztus 20-a környékén a Bazilikánál szokott lenni ilyen hangverseny, de ez még nem publikus, reméljük, hogy önök is részesei tudnak lenni. Szívből kívánok minden jót. Köszönöm szépen a lehetőséget.